A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 2-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban irodalommal, színházzal, egy konferenciával és természetesen egy kápolnásnyéki kiállítással is várom önöket. Tartsanak velünk! Tasnádi Csaba rendezésében, Módri Gyöngyi és Keller János alakításában a Vörösmarty Színházban is bemutatták Topolcsányi Laura Árva Szörny című darabját. A pszichodrámát a szerző kifejezetten az 5. Lélektől Lélekig Színház gyógyító erejének fesztiváljára írta. Mennyi volt a legtöbb? Hány nap, amit kibírtál nélkül? 26 óra. Levették a repülőről Frankfurtban, és én csak Los Angelesben vettem észre. A darab a napjainkban egyre inkább aktuális magatartási zavarokat, lelki bántalmazásokat, romboló személyiségeket mutatja be. Sokaknak ismerősek lehetnek a színpadról visszaköszönő helyzetek, az áldozattaválás, amit a tortúra pszichotrillerből ismert kivételes színészpáros, Módri Györgyi és Keller János alakítása révén élhetnek át a nézők. Az Árva Szörny Robertja viszont azért veszíti el a kapcsolatot önmagával és a világgal, mert saját jogán nem szeretik, csak feltételekhez kötötten, amelyeknek azonban nem képes megfelelni. Kimosolyogtál a világnak. Én még olyan tisztán ragyogó boldog arcot nem láttam. És tudni akartam, hogy ez mitől van. Valószínűleg a nézők fejében úgy vagyok, hogy egy kedves, vicces, vidám fiatalember, de a színészetben font ez a fantasztikus, hogy ezer és ezer karakter bőrébe bújhatunk. Ez a szerep valóban színészileg egy óriási kihívás, hiszen hogyha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, akkor ez egy negatív karakter. Persze ennek is vannak árny oldalai, és kiderül, hogy ez tulajdonképpen nem csak egy negatív karakter, hanem nagyon sok sérüléssel megáldott ember, akit el kell játszanom ebben az előadásban. Ugye a torturában ott én voltam az elszenvedő, itt most, hogyha egyszerűen fogalmazom, akkor én vagyok a kínzó, tehát egy teljesen más oldalamat kell megmutatni a nézőknek, de óriási lehetőség és nagyon hálás feladat. Fázis ceruza! És nem is engedném soha, hogy belenyomod! Módri Györgyi számára komoly kihívás Anna alakítása, annál is inkább, mert a tortúrában ő volt a pusztító, narcisztikus személyiség, aki mindent elpusztít, ami körülveszi, akinek áldozatai vannak, miközben önmaga is áldozat. Nem lett volna belőle a zongora művész, de jó zenetanár bármikor. De az biztos is, hogy jó zongora tanár lettél volna. Ritmus érzékel is van. A tortúra pont fordítva volt, és valahogy most úgy érzem, hogy ezt lelkileg sokkal nehezebb elviselni és átélni. Mert a tortúrában valahogy úgy jönnek az elejétől, tehát ott tudjuk, hogy van egy ilyen őrült beteg nőszemély, itt viszont sokkal inkább mai helyzet van. Nagyon sok ember él ilyen párkapcsolatban, úgyhogy nem is tud róla, és gyakorlatilag egy ideális helyzetből jönnek elő ezek a furcsaságok a Robertben, és nekem személy szerint sokkal nehezebb ezt így átélnem ezeket a szituációkat, mint a tortúrában. Azt mondtad, hogy nem vagyok egy szépség, de neked tetszett. Klasszikus értelemben vett szépség, ezt mondtam. Értem is. Most miért tartod fontosnak, hogy ezt elmondd? Talán mert arra gondoltam, hogy végre van egy kapcsolatom, amiben őszinte lehetek. Sajnálom. Ezzel túl mérlegelem, hogy mit mondok ki. Istenem, Robert. Én is azt szeretném, hogy őszintén vagyok. Ahhoz két érett felnőtt kell. Szerintem mi azok vagyunk. Eddig én is azt hittem. Gondoljuk továbbra is ezt, jó? Lépjünk túl ezen a kis félreértésen. Lépjünk túl, te ragadtál bele, kedvesem. A darabot látva egyetérthetünk Tasnádi Csabával, a rendezővel, aki úgy fogalmazott, a színpadi mű sokáig fent tudja tartani a titkot, ügyesen adagolja a gyanús elemeket, a végkifejlet felé közeledve pedig egyre szorítóbb, nyomasztó a jellege. Tanít, elgondolkodtat, elmélyülésre késztet.
Folytatódott a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése. A plenáris ülés programjában az aranybullák megjelenése hazánkban és Európában szerepelt. A Szent István Művelődési Házban folytatódott az aranybullák a középkori Magyarországon és Európában tudományos konferencia, amely a Városi Levéltár és Kutatóintézet szervezésében valósult meg. A találkozó résztvevőit Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, megerősítve az aranybulla jelentőségét hazánk történelmében. Az aranybulla emlékében minden program kiemelten fontos, és mi itt a Nemzet Történelmi Fővárosában végtelenül büszkék lehetünk arra, hogy nem csak királyunkat koronáztak és temettek itt városunkban, hanem középkor egyik kiemelkedő dokumentuma is Székesfehérvárhoz kötődik, hiszen II. András itt adta ki az aranybullát, amely Európában a második ilyen jellegű dokumentum volt, és hatása pedig évszázadokig tartott, hiszen még az 1800-es években is bizonyos pontjai a magyar jogrendszer alapját tekintették, és hát van egy passzus, ami pedig abszolút a mának is szól, és azt gondolom, hogy nekünk székesfehérvárosoknak nagyon fontos, ez pedig az első cikke, amely tartalmazza, hogy Szent István ünnepét minden évben Székesfehérváron kell megünnepelni. Ehhez azt gondolom, hogy nekünk nagyon sokat kell tenni, hogy ezt állami szinten is elfogadják, ezért sokat küzdünk, és bízunk benne, hogy az aranybullához hűen augusztus 20-a a Székesfehérvárról és Szent István napjáról szólhat. De azt gondolom, hogy fontos, hogy ez fizikai valójában is megpróbáljuk minél inkább megmutatni az aranybulla jelentőségét. Éppen ezért újítottuk meg a Csúcsos hegyet, az idei évben befejeződött a nagy fejlesztés, mint egy 600 millió forint értékben. Azt gondolom, hogy nagyon méltó és nagyon szép új közösségi tér alakult ki ezzel a város határában. Másrészt pedig éppen folyamatban van Siklós Gyula régész professzorról elnevezett intézményünk munkájának köszönhetően a Palotavárosban az a geofizikai feltárás, mert az egykori Johannita központ falait és egyáltalán annak a rendszerét hivatott feltárni, amelyről tudjuk, hogy a 7 aranybullából az egyiket őrizte. Tehát azt gondolom, hogy folyamatosan mind a fizikai, mind pedig a szellemi muníciókat gyűjtjük össze, hogy méltóképpen tudjuk megünnepelni az aranybulla 8. évfordulóját. Csurgai Horváth József, a szervezőintézmény igazgatója, a konferencia levezetője megnyitó gondolatait követően Zsoldos Attila előadását hallgathatták meg a résztvevők, amelyben II. András aranybullája mellett a magyar városok aranybulláiról és a 12.-13. századi angol uralkodói kartákról is szó esett. Az volt ugyanis a tervünk a konferencia tervezésekor, hogy egyrészt egy nemzetközi kitekintést is adjunk. Ennek köszönhető, hogy vannak kollégák, akik német, és van, aki az aranybullával kapcsolatban sokat emlegetett magnakartáról beszél. Ugyanakkor szeretnénk volna kitekinteni arra 800 éves útra is, ami az aranybulla mögött van, és ezért lesz egy emlékezetpolitikával kapcsolatos előadás is, és hát természetesen magára az aranybulláról is szó esik majd, mely a középkori magyar történelemnek talán a legismertebb, de nem eléggé ismert dokumentuma. Ezért aztán az idei év különösen alkalmas arra, hogy régi bevetnek számító hiedelmeket talán el lehet oszlatni, és ennek köszönhetően egy kiegyensúlyozottabb kép alakulhat ki a közvéleményben, mind II. Andrásról, a aranybulla megalkotójáról, mind pedig magáról a dokumentumról. Az évforduló nyilván lehetőséget ad, ahogy ön is említette, tágabb, illetve mélyebb elemzésekre. Vannak-e olyan adalékok, amelyeket mindez idáig nem tudtunk, de most napvilágra került? Hát van, pontosabban 10 éve már lehetett azért sejteni, hogy az egy tévedés, hogy az aranybulla az a II. András ellenzékének egyfajta követelés gyűjteménye, sokkal inkább a király politikájának egyfajta összegzéséről van szó, és ezt a tézist sikerült megtámogatni ennek a politikának egy minden eddiginél mélyebb és alaposabb elemzésével. Ugyanakkor számos érdekes információ került napvilágra az előző évek kutatásai kapcsán, amelyek alapján már biztosan mondhatjuk, hogy ha
az továbbra is igaz ugyan, hogy a, mondjuk az angol Magna Carta és a magyar aranybulla között közvetlen kapcsolat nem mutatható ki, de az például ma már világosan látszik, hogy sokkal intenzívebbek voltak a 13. század első harmadában a magyar-angol kapcsolatok például, mint azt korábban gondolni lehetett volna. Pósán László egyetemi tanárként és országgyűlési képviselőként is elkötelezett az aranybulla iránt, amely történelmi alkotmányunk egyik legfontosabb alkotóeleme volt a királlyal szemben megfogalmazott rendi, nemesi szabadság elismeréseként. Biztos, hogy vannak óhatatlanul hatások, kölcsönhatások, ahogy a manapság úgy régen is a különböző országok, a különböző kultúrák között voltak érintkezések, voltak átfedések, voltak példaátvételek, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen az. És hát az is igaz, hogy az európai fejlődés pontosan azért, mert egy nagy közös keresztény keretben vagy keretrendszeren belül történt, számos vonatkozásban még akár egymástól függetlenül is olyan típusú párhuzamokat képes produkálni és mutatni, ami összevetésre és összehasonlításra alkalmas, és azt gondolom, hogy szükséges is, hogy a saját múltunkat is jobban megismerhessük ebből a szempontból. Ez előrelépést jelent? Kérdezem ezt annak értelmében, hogy nyilván nagyon sokat tudunk az aranybulláról, de azt hiszem, hogy további kutatások szükségesek. Kétségkívül sokat tudunk az aranybulláról. Az is igaz, hogy minden korszak sokszor újraértelmezi a régi korokat, sok új adalékkal kiegészíti a régebbi tudásokat, és hát értelemszerűen ezek az új kutatások adnak lehetőséget és teret arra, hogy akár új értelmezéseket is tegyünk. Az összehasonlítás meg olyan szempontból is érdekes, hogy a szószoros értelmében azt a típusú államfelfogást jobban tudjuk értelmezni, ami arról szól, és úgy fejezik, hogy szuverenitás. Mit jelentett ez? Akár Európában, akár Magyarországon, ehhez hogyan kapcsolódik maga az aranypecsét léte, és az aranypecsét használatának a ideje, helye, mikor adják ezt ki, mikor teszik rá egy oklevélre ilyen típusú pecsétet, más esetben miért csak viaszpecsétet használnak. Tehát kétségtelenül ez nagyon sok leágazása van, és nagyon sok aspektusa van. A konferencia időszerűségét az is adhatná, hogy megerősíti az alaptörvényben foglaltakat, miszerint az aranybullát, annak rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt nemzeti hitvallással és történelmi alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. Kurta Niki és Laboda Kornél a Közösségi és Kulturális Központban mutatta be Roncsszőnyeg című műsorát. Ma jazz és blues estre invitálták a zenekedvelőket a programban Vörös Janka és Fövenyi Máté duója az énekesnő új lemezének dalaiból adott válogatást. Kellemes nyáresti kikapcsolódást kínált az irodalom és zenekedvelőknek a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. Két fiatal színművész, Kurta Niki és Laboda Kornél, valamint két hangszer, egy tangóharmonika és egy gitár várta a közönséget. A Roncsszőnyeg című előadás Vörös Sándor versciklus alapján készült. Ez Laboda Kornélnek, a férjemnek az ötlete volt, ő neki már ez egy régi mániája, igazából ez az anyag, ez a versciklus. Vörös Sándor pedig nekem is már gyerekként, azt hiszem talán az egyik legelső versem, amivel szavaló versenyekre jártam, az a Vörös Sándornak a verse volt, szóval már nekem is Vörös Sándor iránti rajongásom az messzire nyúlik, de a Roncsszőnyeg az ő ihlete volt. A szélben a sürgőny póznák álmosan dúdolnak. A ciklus darabjainak egy része gyermekversként lett közismert, bár a költő nem kifejezetten annak szánta őket, más részük viszont kifejezetten komor hangvételű emlékező, a magányosságot megjelenítő sorokkal ragadja meg a hallgatót.
Nagyon megérintett maga a Rongyszőnyeg. Én azt gondoltam, mint szerintem sokan, hogy ezek elsősorban gyerekeknek szóló versek, amik a Rongyszőnyegben vannak, és amikor így felnőttként fellapoztam, akkor meglepődtem, hogy egyáltalán nem így van, mármint, hogy nyilván vannak közöttük olyanok, amik gyerekversként is működnek, de egyébként ezeknek a száma az elenyésző a Rongyszőnyeg egészéhez képest, és egészen fantasztikusnak találtam azt, és találom a mai napig, hogy ennyire sűrítve, ennyire tömören és mégis gazdagon képes megfogalmazni nagyon bonyolult gondolatokat, filozófiai kérdéseket felvetni, és még rengetegszer közben játék, vagy alapvetően játékosnak lenni, és humorosnak. Az avatott előadás megerősítette, amit Pilinszky János mondott Vörös Sándor örökbecsű versciklusáról, mely szerint a 20. század magyar irodalmának legszebb gondolatait rejtik. A szerda este csodát hozott a Közösség és Kulturális Központ szépszámú közönségének. A jazzrajongók nem csalódhattak, újra átélhették a Vörös Janka káprázatot. A műfaj jelenének ikonja Fővenyi Máté gitárkíséretével harmadik lemezének anyagát bemutatva kápráztatta el a Whitefülű közönséget. Dúóban mindig máshogy tud megszólalni egy dal, de talán pont ez egy ilyen nagyon jó mérföldköve lehet egy dalírásnak, amikor tényleg egyszer zongorával vagy egyszer gitárral is működik az a dallam, amit kitalál az ember. Remélem, hogy ilyen könnyedebb, vidámabb, pozitívabb üzenetű dalok lesznek ezek a többieknek. Fővenyi Máté meg annyi zenei formáció kiváló gitárosaként immáron 15 éve játszik együtt Vörös Jankával, és ma is varázslatos duót alkotnak, mint az a koncerten is kiderült. Főleg a Jankának az alkotó művészeti tevékenységéhez járul most hozzá leginkább, legalábbis ő rukkolt elő néhány új dallal, amiket én nagyon nagy örömmel fogadtam. Régi műsorból is lesznek dalok, ez közönség szemmel mindig egy kicsit elképzeléseket legalábbis, akik szokták tőlem kérdezni, hogy mondjuk akusztikusan meg tud-e szólalni egy olyan dal, ami zenekarosan ismertebb a hallgatónál, és általában én meglepődötten fogadják, hogy egy szál gitáron vagy egy zongorával is megszólal az, ami esetleg a hangszerelésben nem úgy szerepel. Úgyhogy ez a mai nap, vagy a mai estén biztos, hogy hallható lesz. Remélem, hogy sok pozitív élményt tudok ezzel adni, hogy egy szál gitárral próbálom visszaadni azt, amit eredetileg teljes zenekarral, dob felszereléssel és egyéb hangszerekkel kiegészülve szoktunk megszólaltatni. Az angol nyelvű repertoár a jazz alapokra épülő modern és egyedi kompozíciók olyan harmóniát és egyedi élményt nyújtottak, ami bizonyosan elkicséri a jazz barátokat a várva várt következő találkozásig. Országjáró körútján kápolnásnyéken tekintették meg az érdeklődők a Korona és Szent László falképek Székelyföldön kiállítást. A Halászkastélyban nyílt tárlatot a székelyudvarhelyi alkotó Elekes Gyula és a Nemzeti Múzeum főigazgatója Elsimon László nyitotta meg. Pénteken délután nyílt meg a Korona és a Szent László falképek Székelyföldön című kiállítás a kápolnásnyéki Halászkastélynál. A tárlatot Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg, aki visszatekintésében a magyar államiság jelképének évszázadokon átívelő sorsát mutatta be, illetve visszatekintett a kerlési csatában harcoló Szent László királyunkat megörökítő freskók történetére. Elekes Gyulával sok évtizedes személyes kapcsolatban vagyok, még abból az időszakból, amikor Székelyudvarhelynél volt a művelési központnak az igazgatója. És hát nem csak egy szakmai együttműködés alakít ki közöttünk, hanem egy olyan baráti kapcsolat is, amely
zálog annak, hogy hatékonyan tudunk együttműködni. Az ő túlzománc munkáiból már több kiállítást szerveztünk, itt a megyében is, legutóbb Mányon nyitottunk meg egy kamara kiállítást. Fantasztikus tűzománc művészről van szó, aki autonóm alkotásain túlmutatóan is nagyon sokat dolgozik az egész nemzeti közösség kulturális önazonosságának megőrzése érdekében. Ennek a munkának a része az, hogy a Szent László kultusznak a feldolgozásához ő is hozzáteszi a maga ismert eresztő munkáját, és a közönségben ennek a nagyon fontos hagyománynak az ápolását vállalja, valamint a mögöttem látható Szent Korona kinagyított változatának a bemutatásával azt az ikonográfiát hozza közelebb a közönséghez, amely nem feltétlenül ismert azok számára, akik nem tanulmányozták részletesen a Szent Korona ábrázolásának részleteit. Tehát akik nem tudják, hogy valójában kik szerepelnek azokban a kis ikon részleteken, amelyek ékesítik a Szent Koronát. Köszöntőjében Elekes Gyula, az ománc művész, a tárlat székelyudvarhelyi kurátora, a Szent Korona alkotója elmondta a koronáról készült műveinek indítatását, illetve bemutatta a székelyföldi templomokban és kegyhelyeken található Szent László fali képek megszületésének körülményeit. 2018-ban született meg az első korona, ugyanis kettő van belőle, és minek utána óriási siker volt nálunk otthon Székelyudvarhelyen, augusztus 19-20-án állítottuk föl, aztán 3 hónapon keresztül rengeteg látogatója volt. Az első felkérés az tulajdonképpen Komáromból érkezett, és hát örömmel tettünk ennek eleget, mert a szándék is az volt, hogy ha már megszületett maga ez az ötlet, és sikerült kivitelezni is, akkor ezt minél többen lássák. Az alapötlet az egy gyerekfoglalkozásból indult, én 21 évig vezettem egy kulturális intézményt, és minden augusztus 19-20-án gyerekekkel a koronának egy ilyen kicsinyített mását, amit lézerrel, kartonból kivágattam, egy hiteles mását, azt kiszínezték a gyerekek, és azt össze lehetett állítani, ebből létrejött egy 15 cm átmérőjű kis korona. És ez akkora siker volt a gyerekek között, később azt észleltem, hogy felnőttek is előszeretettel színezgetik, segítnek úgymond a szülők a gyereknek, hogy minél szebb legyen az a kis korona, hogy akkor ezt meg kéne valamilyen formában ki kéne találni és létrehozni nagyobbba. És akkor ennek köszönhetően jött létre, az mint zománc művész különösképpen megérintett, azon kívül, hogy ugye ez a magyar államiságnak az alapja. Mint zománc alkotás, tehát mint egy remek mű. A világon ilyen nincsen, hogy 27 darab zománc alkotás legyen egy művön. És hát maga ezeknek a művessége, a szépsége, az időtállósága, hiszen ezek azért már több mint 1000 éves alkotások, és azért volt, hányatott sorsban volt részük, és kibírták mindazt, tehát fényhatásoktól kezdve a mechanikai vagy fizikai behatásokig, és egyfajta kihívás is volt, hogy mint zománc művész, akkor ezt népszerűsíteni. Ezt teszem én az alkotási folyamatok során is, hiszen ugyanezt a technikát, a rekeszománc technikát, ami megtalálható a koronán, ezt Spanyolországtól Németországig mindenfele okítom, de ugyanígy az erdélyi sodronyzománcot is, amire nagyon büszkék vagyunk. A megnyitó ünnepséget követően a Szent Koronát a Halászkastély parkjában, a Szent László fali képek Székelyföldön kiállítást pedig a Halász Gedeon eseményközpontban tekinthették meg az érdeklődők. Ebben az évben is felhőtlen szórakozást ígért Buch Tibor a nyáresti vigadalom zenekedvelő közönségének, ígéretet megtartva a Gergely Róberttel varázslatos koncerttel várta az öreghegyi közösségi házba látogatókat.
Folytatódott a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ népszerű programsorozata a nyáresti vigadalom. Az Öreghegyi Közösségi Ház vendége a közönség kedvenc Buk Tibor, a Honi musical és operett műfaj legendája volt, aki ezúttal régi barátaival, Gergely Róberttel és a horvát fivérekkel, Elemérrel és Péterrel érkezett, hogy operettdalokkal, filmzenékkel örvendeztesse meg a nagy érdeműt. Nekünk szerintem az a dolgunk előadó művészeknek, hogy az a pár száz ember, aki itt ül, vagy jó pár száz ember, aki itt ül, az lehetőleg az első másodperctől kezdve elfelejtsen mindent, ami a külvilágból beszűrődik a kis agyába. A sárga csekket, a parkolási problémát, a nem tudom, miket soroljak ide, hanem kizárólag a műsorra és arra az élményre tudjon koncentrálni, amit itt majd remélhetőleg fognak kapni. A szerelem dalára elindult Emmanuel, leldobva látszait. Gergely Róbert Fehérváron is bizonyította, hogy miért is tartják a mai magyar énekes generáció egyik legeredetibb előadójának. A kellemes nyárestén kiderült, hogy műfajtól függetlenül csodapillanatokkal képes megajándékozni hallgatóságát. Ezzel a mai napon nyár közepén vagyunk. Nagyon szép idő van. És úgy látom, hogy a közönség, akik eljönnek, ugyanolyan várakozással ülnek és foglalják el a helyüket, mint ahogy én is nagy várakozással jöttem, hiszen nagyon sokáig nem randevúzhattunk, nem találkozhattunk a közönséggel, el voltunk tiltva egymástól, vagy legalábbis veszélyben voltunk. És az a az az érzés, hogy nem csinálhatjuk mi művészek, színészek azt, amihez értünk, vagy amit szeretünk. A Bóvi Street-en, hogyha járok, a legnagyobb úr én vagyok. A horvát testvérek is a mindenséget adták a bársonyos nyáresti találkozón. A zongora mögött kiteljesedő Horváth Péter is hozta magát, olyan természetességgel kalauzolta el, mutatta meg a dalokban rejlő sokszínűséget, ami ismét elvarázsolta a nézőket. Nagyon-nagyon vártuk, hiszen tehát már több mint 10 éve itt játszunk itt az Öreghegyi Művelődési Házba, és nagyon nagy megtiszteltetés mindig, hogy telt ház van, és hála Istennek, hogy itt vagyunk, jól vagyunk, és zenélünk mindenkinek. A kvartett tagjaként Eli ismét megcsillogtatta kivételes muzikalitását, az a hegedű bizony szombaton is andalító volt, s ha kellett, felpesdítette a lelket. Nagy öröm számunkra, hogy Székesfehérváron léphetünk fel, és nagyon-nagyon szeretjük a fehérvári közönséget. Erre a koncertre tulajdonképpen mindig megelőzi egy próba folyamat a felkészülést, és hát a mai estére is nagyon sok dalt hoztunk, különféle zenei stílusokban, úgyhogy nagyon várjuk már ezt az. A teltházas koncert láttán megerősítetett, kiváló gondolat volt, hogy a Fanta Villa olyan vonzó műsorsorozattal várja a látogatókat, ami méltó a ház tradícióihoz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.